Sanyika, nekem nincs jogom ebbe beleszólni. Pipike, de nagyon késő van. Sanyika, arról volt szó, hogy elmész a csavarboltba. Igen, arról volt szó, hogy elmész a csavarboltba, és megveszed a csavarokat, kicseréled a kárdugót. Sanyi, tudod jól, hogy alkalmi munkákból élsz. És arról volt szó, hogy megszereled a fűtést is. Pipike, fő kéne kelned. 11:41 van. Ne dobd vissza a fejedet a párnára. Ne dobjad vissza. Húsos táska, apának szerelem gyermeke vagy? Sanyika! Addig cuppogok, amíg te fő nem kelel. Hát ez mi? Sanyika, követő rajongó várja, hogy megszólaljál. Hm? Hogy véleményezzél. Hogy mondjál valamit. Ehhez képest te fogod magad, és úgy alszol, mint... De elképzelni engem, úgy kihajtottak a IKEA-ba, érted? Mint a lucernás tehenet. Hát olyan idegben vagyok, hogy nem igaz. Marcika is szólt, hogy nincs izé. Már gyere, nézzek, a okos szemüveget főveszem, hajnak taka. Kézzel el, nézzek. Itt rongyolok. Halál, imádjuk az IKEA-t, Bubival állandóan itt izélünk. Itt rongyolunk, olyan jó dolgok vannak. Te megérdemli, hogy ő Európa leggazdagabb, érted? Nézzek, ebbe vagyunk, édesem. Marci közölt, hogy nincs neki izé, étehordója, úgyhogy... Ja, ez van egy nagyon jó, hát ezt megmutatom. Hát ez a Bubinak, levettem ágy nem ütő. Nézzük, a Bubikának a izéje. Floating, Yingbörgünk, és ebben van villa, és ilyen több fakos. Ezt megvettem a Bubikónak. Anyukám, ez a gyerek eltűnt valakinek, nézzük. A mama halálidegbe van, látod? Szóval most rongyolok ide, tehát halálidegbe vagyok a IKEA-ba, tehát hajtanak engem itt, de most nincs tömeg, az is egy nagyon fontos. Nagyon jó itt, figyelj ide, ez csak friendly tanács. Ezek a hosszú gyertyák. 2000 forint, így van, 8 darab, tudom, lovettás, viszont nézzek, ilyen hosszú, és ezek jól állnak a gyertyatartókban, mert nekem a rövid nem jön be. Jó néz, ez meg túl színes, ez white, gyönyörű, és van, aki lagyertek, azoknak már nincs nagy illata. Ebből veszek is kettőt, szívedet el a kezedtől először, és utána rakod be a kocsiba. Hó eleje van, pupozott a kocsi. Mit gondoltál? Nem hiszem el, Sanyika. Iminimi szeminimi jubácsú. Melögdössé föl minden. Mit működtél? Húsosztás kapának szerelem gyerge. Mit? Most te mit rángatták ki? De ne arra, ugye, és attaque le zebra, s'il te plaît, attaque le zebra, c'est pas le zebra. Sanyika, sipoló játékoddal miért rongyolsz? Sanyika, attaque le zebra, c'est pas le zebra, szépen játszál azzal, azzal már kivégezted, anyád úristen, mindent kivégzel. Pipi húsos táska apának szerelem gyermeke. Húsos táska vagy. Pipike, szedett széjjel, viselkedel. Sanyika, add már ide azt. Adjad csak ide nekem. Lököd ide magadat? Testedet mutatod? Sanyika, megtámogatod testedet, veszem el. Hát ez nem igaz, hogy... Sanyika, jár a farok, úgy. Anyukám, csóváljad csicska farkadat. Jó pofa vagy. Anyukám, a profi zenéjemet szeretettel üdvözöllek, követő tajongot. Te figyelj, de mondtam neked, hogy jövök a pupos szízében, nagyházi galériában. De nem tudod elképzelni, hogy... Csicska fülevet ne nézzed, figyelj ide! Most mindjárt megfordítom majd a kamerát. Eljöttem ide, mert ez egy aukciós ház. De most amit neked tudnod kell, várja, megfordítom a kamerát, ne engem. Nézzek ezeket a csillárokat, megbolondulsz, megőrülsz, megőrülsz. Nem is fordítom meg, nézzél engem, jól nézzel ki. Figyelj ide! A Nagyházi Galéria, tehát nem egy mai galéria, édesem. 84-ben alapított a Nagyházi Csaba ezt a galériát. És akkor még csak ilyen régiségekkel foglalkoztak. Egyébként 2004-ben ez az első olyan magyar galéria, a Nagyházi Galéria, ahol leütnek egy Tizianót. És itt van az első, a báb után itt van az első árverés, az első aukció. És képzeld el, mindjárt megkérdezzük majd a tulajdonos Nagyházi Csabának a fiát, mert Nagyházi Csaba sajnos már nem él, hogy is volt, de azt hiszem, hogy itt volt az első olyan nagy árverés, amikor a Sotheby's, Christie's meg a Sotheby's, ez a két nagy puposhely, megnyitja az egyik szakértőjével, hozzák létre, vagy csinálják meg ezt az árverést, de már várjál, már fordítom meg a kamerát. Most inkább most elhoztalak egy ilyen kiállításra. Először is itt van
parancsolja, nagyházi úr, jó nagyra nőtt a nagyházi úr. Azt kezdtem a követőnek, rajongónak mondani egy mondatba, hogy mikor volt az első árverés? 94-ben, a Szelevíznek a közvetítésével. És a Szátöbíznek a közvetítésével. Az egy angol. Igen, az egyik világvezető az aukciós. A Christie's van, ugye? A Szelevízők a két nagy. És a Szátöbíz. És az ő közvetítésükkel édesapád megcsinálja az első nagy árverést Magyarországon. Első magán. Magán, aha. És akkor hányba volt ez a bizonyos Tiziano, ami egy nagyon meg... 2005. Az 2005-ben volt, és azóta már ugye az a Tiziano, az már állami tulajdonba került. Na most, ami nagyon érdekes, mert én most jöttem vissza Spanyolországból, tudja, drága Lőrincnek hívják, úgyhogy nem fogom lelőlőzni, nyugodjál meg. De hogy ami nagyon fontos, hogy most jöttem Spanyolországból, és alapvetően azon gondolkodtam, hogy nagyjából minden kép eredetileg kortárs, és aztán később lesz ugye klasszikus. Mm. És most itt ugye egy magyar kortárs, egyrészt most ez gondolom egy kiállítás is egyben, és aukciós egy kiállítás, igen. Aukciós kiállítás lesz. Ugye egy pár mondatot így, mit kell tudnunk, vagy hogy épül föl ez az egész? Most maga az anyag, vagy maga az aukció? Az egész, például mondjuk itt van ez egy Koncz Gábor kép, hogy kerül be valaki, hogy választjátok ki, mi alapján kerülnek be például a kortársképek, tehát hogy mit figyel például akár a kereskedő, akár a szakértő, tehát hogy így... Hát ugye alapvetően mi azért próbálunk egy választékot fenntartani, mind vizuális tartalommal, ez a pár kép aztán pont megmutatja, hogy mennyire már különböző stílusok is megjelennek azért ebben az anyagban, illetve a korokban is, tehát hogy ők fiatalabbak, a Koncz Gábor is, a Mr. Zero is, ennyik ő már középkorú, az angyal Földi Szabó. Ja, hogy a Viszkai Krisztián egy fiatal művész. Hát erős 30-as. Aha. Ez a 30-as, és a angyalföldi ő meg azért még már az előző generáció inkább. Ez nekem nagyon tetszik. Kultúrán. Picit Matisse-re emlékeztet egyébként, de nyilván csak azért, mert ez a vaskos vonala. Na most, ugye, Lovetta. Igen. És például, ugye, ha valaki vesz egy képet, akkor nyilván az jó rész befektetésnek is veszi. Bár mondjuk én a mondó vagyok minden képnél, hogy az élvezetet kell nyújtani, meg tudod, így a vizuálisan kell, hogy kielégítse az embert. De hogy mi alapján tudom azt, hogy vannak menedzselve, hogy mondjuk valaki befutó lesz. Most mondok egy példát, Van Gogh éhen halt, Picasso meg már éltében egy iszonyú jólétbe élt. Tehát, hogy így ez mi határozza meg, vagy mire tud odafigyelni? Mondjuk én ide eljövök, és azt mondom, hogy hát ezt a képet azért is veszem meg, mert mit tudom én, már most magas az ára, és akkor ez 10 év múlva meg aztán olyan pupos lesz, hogy megőrülsz, megvadulsz. Most igazából ezeknek, ahogy nem magas az áruk, ezeknek a fiatal művészeknek, nekik remélhetőleg később lesz magas az áruk. Amit mondjuk érdemes nézni, az amit a katalógusunkban is leírtunk. Tényleg azt majd nézzük meg. Hogy ki az, aki volt kiállítva, hol volt kiállítva, van-e közgyűjteményben, van-e ismertem magángyűjteményben. Ezek mind hozzá tudnak tenni a magához az életműhöz, és ugye onnantól kezdve mehetne valakinek feljebb az ára, hogyha mondjuk egy gyűjteménybe bekerül, vagy közgyűjteménybe, ahol vannak, illetve nyilván csak kapkodják őket. Tehát most nekem van egy például, hogy külön a kortárs galériánk van egy művészünk, akinek tavaly 16 képet csinált egy kiállításra hozzánk, és a 16 képből összesen 4 maradt meg. És hogy állapítjuk meg mondjuk az árat? Például itt van ez a nylon zacskó, ugye? Bagi Attila nylon zacskója, és azt mondja, hogy a becsérték ugye 400 és 600 ezer forint között van. Ez egy becsérték, és innen indítják egyébként, hogy csak hogy így követő rajongó tudja, hogy mi az az árverés, mi az, tudod, én csak az elváltnak klubjából tudom, hogy a korongot kell ott emelgetnünk a szájé. Nem, szóval úgy néz ki, hogy ez a becsérték, ez a művésznek a jelenlegi piaci árait tükrözi. Tehát, aha. Hogy azért is eltérő, tehát egyrészt van egy méretbeli összefüggés, ugye egészen a nagyoknál van egy különleges pozíció, ahol tekintve minél nagyobb, annál nehezebb eladni, mert az ugye kell hely is. Ez igaz, nálam is van, nincs egy ízét talpalat. Azok a méretükhöz képest aránytalan egy picit olcsóbbak, de most visszatérjük ezekre a konkrét példákra. Nekik, ha az ember bemegy egy galériába, ahol ezek a művészek képviselve vannak, vagy ki vannak
sejtve. Jelen pillanatban a reális piaci áruk az a becsérték között van, vagy alsó, vagy felső. Ez az aukción, az alsó becsérték alatt fogunk indulni. Változó, mert ez egy megállapodás mindig a művész vagy a másik galéria között, aki mondjuk beadta és képviseli a művészt, de olyan 70% körül. De például, oké, akkor itt van Ézsiás István, ugye gondolom ő egy szobrászművész, és neki 150-200 ezer ez a becsértéke, és akkor fönnállunk a pulpituson, ott van a kis hölgy, aki mondja több nyelven, ugye, ahogy látjuk a filmekben, és akkor ez megy föl az ára, és ez az az összeg, amit megkap a művész, vagy... Nem, nem, a aukciókon mindig százalékot vonunk le, tehát a leütés függvényében. Ja, értem. Van a történet, tehát ő például most itt a kiáltási tisztázva, például konkrétan tudom, hogy 110 ezerrel indul. Magyarul, ha őt most valaki megveszi alapáron, a 110 ezer forint plusz vevői jutalék, ez egy 25% még rájön, akkor fizet 100, most hasonlít, hiszen 130-140 között, még mindig piaci árat vette meg. Ugye ez az aukcióknak a lényege, hogy... Ja, értem. Tehát van egy piaci ár... Kínálva, és ha mondjuk többen állnak, és egy idősebb művész. Úgy látszik, hogy én, hát biztos koromból fakadóan, mert az idősebb művészek Kádár Józsefhez ragaszkodom. Aha, de szép, igen. És akkor itt vannak ugye ezek, de nagyon érdekes. Hogy néz ki, hogyha mondjuk, hogy tudsz tanácsot adni te valakinek? Ide jön egy nagyon jó módú ember, tele van lovettával, ugye most elég szaporodtak ezek, de nincs, nem ért nagyon hozzá, és azt mondja, hogy szeretnék kortárst vásárolni, és hogy mit javasolsz, hogy kik közül válasszák, tehát mi alapján tudja az ember ezt eldönteni? Én alapvetően azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb, hogy tetszen a kép. Tehát azért általában az ember... De ő azért befekt, tehát nem akar meg, tehát árérték arányba akar. Ez tény és való, de akarsz olyannal együtt élni, ami nem tetszik, mert... De hogy akarok. Na. Ezért azt szoktam mondani, hogy ezt nézze meg, hogy mi az, ami tetszik neki, abból nekem mutat egy pár festményt, vagy tárgyat, vagy bútorok, hogy itt alapvetően bútorral is foglalkozunk, hogy egyetem mi az, ami az ő ízlés világának tetszik, akkor onnantól kezdve már tudok javasolni. Tehát, hogyha valaki fiatal kortársat akar, és az ízlésén belül az még be is stimmel, akkor tudok neki javasolni. Ha valaki idősebbet, akkor arra is van. Ha valaki öreg mestereket akar venni, akkor arra is van. De hát ugye ez környezet függ, hogy milyen környezetbe akarjuk betenni ezt a tárgyat, otthon akár, vagy az irodába, vagy bárhol. Aha. Most az a befektetési része persze nyilván, tehát hogy számos példa van rá, hogy mennyire jó befektetés lehet ezekből csinálni. Hát nyilván azért a jó módú embereket az is érdekli, tudod, persze, hogy olyan dolgot vegyenek, ami... Kicsit tőzsdei szempontból nézzük a dolgot, azt mondanám, hogy a fiataloknál nagyobb a kockázat, de sokkal nagyobb lehet a nyereség. Az idősebbeknek az árai mozoghatnék felfele, viszont nem olyan százalékosan, nem jellemző olyan kitörő árnövekedés a jövőben, mint mondjuk egy fiatalnál, akit most megveszek 4-500 ezer forintért, az 10 év múlva ér 5 milliót, akkor százalékosan azért szép. Aha. És még egy dolog, aztán nem akarlak már kicsinálni, csak itt körbejövök a képeken, és kiválasztom, hogy nekem melyik a kedvencem, hogy azt mondd meg, hogy ha jól tudom, vagy ha jól olvastam, meg majd szeretnék egy katalógust is kérni, mert ezt megmutatnám követőnek, rajongónak, hogy van egy jótékonyság is, ugye? Egy jótékonysági kezdeményezés a Nagyházi Galéria részéről, hogy erről mondasz nekem, Lőrinc, egy pár mondatot? Úgy néz ki, hogy 24 tétel kortársból van egy komplet jótékonysági anyag, ami nem kortárs, de itt most beszélünk a kortársról. Az első 24 tétel ebből a katalógusból, az mind a Heim Pál Kórház javára van felajánlva. Magyarul én nem teszek rá hasznot, és a művész nem kéri a pénzét. Mi beszedjük azt a pénzt, aha, és elköltjük azokra a dolgokra, amit a kórház adott nekünk egy listát. Tehát elmegy egy kép 100 ezer forint plusz jutalékért. Nem, ott plusz jutalék sincs, hogy minél több legyen a licit. Ez még egy ilyen kis kedves csináló, hogy... Ja, értem. Hogy többet tudjunk. És akkor elmegy egy kép, és az kész, az megy a Heim Pál Gyermekkórházba. Tehát ez a kép, ha elmegy, akkor ez abszolút, ez jótékonyságra megy. Teljes értékűen a Heim Pál Kórházba. A Heim Pál Gyermekkórháznak ajánlják föl, amire... Szóval, hogyha én erre licitálok, és akarok jót tenni, akkor azt mondom, hogy lövöm föl az árát Németh Dávidnak. Így van. És akkor... Ez a macskafa is, Mensz Dalinak. Ez szép, ez nagyon cuki. Igen. Aha. Szóval aki erre licitál, akár telefonon, akár személyen, mikor van a árverés? Március 8 a kortárs, és március 9 a nem kortárs. Tehát ez amit anyagot hát most látom, hogy március 8. Hát gyere mindenki. Március 8 és március 9. Na, akkor foglaljuk össze. Ja. Lesz egy nagyon popos árverés.
Ez lesz március 8-án és 9-én. Kortárs, 8-án a kortárs. Jótékonyság. Jótékonyság, 9-én. Az csak jótékonyság, az nem kortárs, ott klasszikusok vannak. A klasszikus festészet, vagy bútorok, csillárok, mik lesznek? Festészet elsősorban, de a 16. századtól a 20-ig. Állj! Ott van egy-kettő elég öreg darab, és nagyon-nagyon mélyen áron alul. Komolyan? Nézzük már bele a katalógusba. Jó, én ezért oda vagyok, ezért a kortársai, mert ez baromi izgalmas, meg megmondom őszintén, hogy rongyoltam a Prádóban, meg a Hiszen Bornemisza kollekciót néztem, akkor úgy átfutottam a Tizianokat, meg a Rubenseket, ne hülyeskedjél már. Persze, rohantam a Van Goghokhoz. De hogy ez egy nagyon izgalmas kiállítás, bárki eljöhet, még annyit áruljam. Igen, bárki, és vasárnapig meg lehet nézni a kiállítást teljes mértékben. Tehát vasárnapig ide el tudunk jönni, ezt megnézni, körbe tudunk jönni. Itt vagyunk Nagyházi Galéria, ugye ez a Falk Miksa és a Balaton utca sarkán vagyunk. Látni fogod, Mahan Pupos, ott van valami dísz, ott ki van, ott lógat van, anyukám. Nehogy azt gondolt, hogy itt el van dugva ez az üzlet. És akkor bejössz az üzletbe, nem kell semmit, nem kérnek pénzt, csak azt mondod, hogy szeretnéd megnézni a kiállítást. Nem, csak bejönnek és nyugodtan körülnéznek. Ja, jó. Akkor jó, hát akkor taka. Én meg rongyolok oda Idikó barátnőmhöz, ne hülyeskedjél már, na taka. Követő rajongó, én már ugye a Nagyházi Galéria után, na most itt vagyok a Kondiban, most egy jó kanit láttam, de van itt egy másik jó kanit, nézd. Azt is meséltem, hogy mennyire kis megszeppenve voltam. Jó, tényleg ez egy jó kani volt, de nézd meg, új frizura van, de mutasd meg! Nem mutatom meg! Olyan kugli feje van, de! Ne legyél már ilyen, mutasd meg! Nézd meg! Lecsapatta a haját a Benjamin, jó, nézd meg! Tényleg ez volt egy kanész, így oda néztem, mondom, anyád úristenét, hát jó, de hát ugye ott a bubisz otthon van. Nyukám, olyan ajtócsapkodás lett volna majdnem, hogy megőrülsz, megvadult. Oh, aztán elkezdjük a bodybuildinget. Jövök vissza, nyukám, építsük a bodyt főfelé. Ja, hogy mit kell csinálnom? Igen, rogyasztom a térde, ez a mánia, igen. Tulajdonképpen ilyenkor minek mondom, amikor te kommentálod. Mondja, de hogy kommentál. Begyel a szemére, ne feledjék a tenyeret. Ilyen szállt a kisiderekhez, amikor húzod be, forgatod a tenyeredet, úgyhogy egymást a szemére, de válogatod meg, húzod, tehát az áradalapot jó? Jó. Jó. Ezt megmutatod majd Pólónél külis követőnek rajongolna? Jó, megszavaztatjuk, hogy dobja le a tiszörtöt a Benji, vagy jó, sem. Jó. Lefogod. Nem. Taka. Meg arany követő rajongó, hát nem tudod el ki, olyan ideges vagyok, hogy nem igaz, mert nézem, te a Glamour Woman of the Year-en te lehet szavazni. Mutatom, várjál, főveszem a napszöveget, mégiscsak nézted bolondnak. Figyelj ide, nézzek. Azt mondja, Glamour Woman of the Year, szavazz a kedvencedre. Most annyi a feladatot, hogy tudd, hogy kik ezek. Varga év divat tervezője, Varga Viktória, Tóth Melinda, Majoros Zita, Kerényi Virág és a Hegedűs Dóra. Na, ismersz valakit, fogalmat sincs mi? A év énekesnője, ha Szécsi Böbe, ha ne üskedjél már, vagy a Dárdai Blanka. Hát te azt nem ismered, azt a körül kergetlek, ha nem ismered. Azt mondja, az év közönség média sztárja. Azt mondja, a Lady Szomja, Sápivi, nem akarok beleszólni, vagy a Greg Sassonja. Azt mondja, hogy a lag... Azt mondja, a Lady Szomjas, hát igen. Szóval év lakberendezője, vagy a Vörös Kati, vagy a Csupor Anna. Tudod? Te kire szavaznál, Markus, a Lady Szomjasra, vagy a Gresa Szonyára, vagy esetleg akár egy lakberendezőnél, mondjuk a Csupor Annára, vagy a Csarnai Csillára? Fogalmas, hogy kik ezek az emberek, de a Szomjasnak jó van ebből, hogy talán. Hát ő nagyon szomjas. Viszont, nagyon... egy mondatot megengedsz, a social media és influencer jelöltek közül én a nem akarok beleszólni lányokat támogatnám. De csak azért, mert el voltál csúszva az egyikre, majom. Férnie van! Üzd meg a szád, Jézusom! Ja. Tényleg azt meg egy másik gálán láttuk a egyik kislányt, és te úgy tekerget, úgy főszukásította magát, nézd meg a jóképű Markuszt. Egy kék acélt. Markus, egy kék acélt.
Ó, de nézz a kék kaci! Nagyon nagy képűen viselkedel. Jövünk vissza, anyukám az év színésznője, na most ezek közül. Azt mondja, a Tenki Réka, te nagyon le vagy maradva, Stork Natasa, vagy a Pálma Janos. Szóval te olyan nevek közül tudol választani, csukott szeme X-eljé, akkor megcsináljuk, jó? Az év divattervezője, a Kerényi Virág, ő tényleg nagyon jó dolgokat csinál, őtet ismerem. Őnek tetszik úgy, hogy úgy hívják, hogy Böbe. Aztán itt nekem az, tetszik a neve, hogy a Szomjas. Azt mondja, hogy a, hát fogalmam, szinte a Haberland Filoménia, az jó, jó a neve neki is. Akkor itt meg nagyon tetszik, életemben nem hallottam, de a Rügner Vivi az jó néz ki. Itt a Kertész Viola azt mondja, nem vagyok robot, és Magyarország előre megy, nem hátra. Szavaz nemmel. Azt mondja, sikeres szavazás. Hát vető, rajongó, megőrülsz, megvadulsz, öreg Cilla, beszavad. Így nézve. Te, ez meg a itt, hogy fotózás Csabival, érted? Nézzek a Sanyi Pipiuszot, mindjárt nyit a webshop, anyukám. Én jövő héten megőrülsz, megvadulsz, ezért a táskája. Olyan retikűbe vagyok, hogy nem igaz.